Sziasztok! Ahogy ígértem, elhoztam nektek az elfogytak sorozat következő részét. Arra gondoltam, hogy ezúttal csak háztartási termékeket fogok nektek bemutatni. Hogy mennyire díjazzátok, hát az majd a nézettségből kiderül. Na de lássuk, hogy miket használtam el az elmúlt időszakban. Ezúttal most három mosókapszulát is hoztam nektek. Igazából mint mosószer, mind a három jó. De, hogy őszinte legyek, a három közül csak az egyiket venném majd újra, vagy egyiket fogom majd újra venni. Itt van ez a Persil 4:1 mosókapszula, ami egyébként, ahogy említettem is, már tényleg jó. Csak az a bajom vele, hogy a foltokat nem szedi ki. Ugyan a ruhát megtisztítja, de a foltok ugyanúgy benne maradnak a ruhába. De hogy őszinte legyek, mind a háromról ez elmondható. 17 darab kapszula van, a három közül ebben van a legtöbb, és így ez a legdrágább is. Viszont nem mondanám, hogy annyival jobb is, mint amennyi az ára. Az illata az tényleg jó, az ugyanolyan maradt, mint régen, viszont már nem most olyan tisztán, úgyhogy nem is fogok szerintem többet perszilt venni. Aztán van az Ariel. Régen emlékszem, amikor olcsóbb volt, nagyon-nagyon sokat használtam ezt, akár por vagy gél formájában, viszont erre is azt kell, hogy mondjam, hogy amióta változtattak a csomagoláson, így a kapszula is sokkal rosszabb lett az eredetihez képest. Jó, még mindig ugyanolyan jól tisztít, mondjuk, de nem éri meg az árát, ebben 14 darab van, és ebben van azt hiszem a három közül a legkevesebb. Az előnye viszont az, hogy hideg vízben is lehet mosni, és ugye ezáltal energiát spórolunk, ugyanúgy feloldódik, mint meleg vízbe. Ez jó tulajdonsága, de mégsem mondanám azt, hogy fogok még mostanában ariázni. Itt van a három közül a legolcsóbb, ez egy reál saját márkás fehér ruhákhoz való kapszula. Ebben, ha jól tudom, akkor 15 darabnak kell lenni, és hogy őszinte legyek, ez ilyen 1000, nem tudom már, 1002 vagy 1005, de a három közül ez most a legfehérebben, a legtisztábban, és ugyanolyan kellemes illatú utána a ruha, mint bármelyik másik kettőtől. Hogy hideg vízben mennyire oldódik fel, azt nem tudom, mert én szeretek meleg vízben mosni, de az biztos, hogy ez a legjobb, és ezt már nem egyszer újra vásároltam. Még a másik kettőt, azt viszont azóta nem. Van az én jól bevált denkmites fehér ruhákhoz való fehérítőm, ebben sosem csalódtam. Tényleg nagyon szuper, nagyon szép fehérek tőle a ruhák, még az ilyen besárgultak is szépen kifehérednek, és még a mosószerhez adom, akkor fokozza a mosószer hatékonyságát, ezáltal még fehérebbek lesznek a ruháim. Van benne egy ilyen aktív deo formula, ami abban segít, hogy eltávolítsa a ruhákból ezeket a kellemetlen szagokat, és ha jól tudom, akkor színezék, és illatanyagmentes is. Nagyon fontos, hogy a ruháim extra illatosak legyenek, ezért mindig használok vagy öblítőt, vagy mosóparfümöt. Kezdjük a szilánokkal, az egyikből majd van egy termékmintám is. Legyen ez a kék szilán, azoknak tudnám ajánlani, akik ugyan szeretik, hogyha jó illatú a mosott ruha, de nem szeretik az, hogyha túlzottan erős, például akár férfiaknak is egy nagyon jó választás lehet, az én párom is mondjuk ezt szereti. Ennek inkább a nevéből adódóan ilyen friss illata van, de mégis nagyon-nagyon kellemes, és akár ha berakom a szekrénybe a mosott ruhát, és a később előveszem, akkor is érződik az illata. Aztán ugye itt van ez a lila, ez a Magic Magnolia. Ha választanom kellene, akkor a kettő közül nekem egyértelműen ez a kedvencem. Ez azért sokkal erősebb, parfümösebb, eszenciális narancsolaj is van benne, úgyhogy ez tényleg nagyon erős, nagyon csajos, de nagyon kellemes illatú.
És ugye, mint az életben nagyon sok dolgot, ezt is lehet fokozni. Ha nem elég erős, illatosnak tartod ezt az öblítőt, na akkor hozok egy alternatívát, mégpedig a mosóparfümöket. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek őket, de most hoztam a Kifra márkától kettőt, ami az én kedvencem, mind a kettőt nagyon imádom, nem tudnék választani, hogy melyik tetszik jobban. A lényegük az, hogy ezek sokkal-sokkal erősebbek, mint a hagyományos öblítők. Kétféleképpen lehet használni, vagy úgy, hogy vízzel felhígítod, vagy hogy beleteszed például a kedvenc öblítődbe, és akkor ez felfokozza ennek az illatát, bármelyiket mellett is választ az ember, bármelyik mellett dönt is. Biztos, hogy ezek még akár egy hét vagy két hét után is ugyanolyan erős, intenzív illatúak lesznek, mármint a ruha tőle, mint amikor frissen elrakja az ember. Ez egy ilyen sárgás színű volt, talán meg egy pici van benne, láthatjátok, ez pedig egy rózsaszín. Folyékony szappanból két márkát hoztam. Az egyik a Baileys & Harding folyékony szappanok, ami elegáns megjelenés, kellemes illatot és bőrbarát formulát kínál, mindezt megfizethető áron. A márka azok számára lehet igazán különösen vonzó, akik szeretnék ötvözni a luxus életmódot a mindennapi praktikumban. Ha fontos számodra mondjuk az esztétika, a kellemes illat vagy a bőrvédelme, akkor ezek a szappanok remek választásnak bizonyulnak. Hoztam egy sokkal olcsóbb folyékony szappant is, méghozzá ezt az Isana Berilla folyékony utántöltő szappant. Egy illatos, bőrbarát és környezetbarát választás azok számára, akik szeretik a friss, gyümölcsös, bogyós gyümölcsös illatokat, és fontos számukra a fenntarthatóság is. Kiszerelése praktikusabb és gazdaságosabb, így mondjuk hosszabb távon is ideális választás lehet. Kettő terméken maradt, lehet, hogy így első körre rövid lett ez a videó, de gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ez hogyan fog nektek tetszeni. Itt van ez a Baby Dreames kis szappan, amit én egyébként nem használok másra, csak a sminkecsetet, meg a szivacsok tisztítására szoktam venni. Ha ez nincs, akkor az Isanásnak ezt a Med szappanát. De most ezt hoztam nektek, és elhoztam a kedvenc légfrissítőnket, mindig csak Ambipur márkát szoktam venni, és vagy ezt a Flowers and Spring, vagy az Ocean Mist-et. Ez ilyen virágos, kellemes, egy kis csajos illatnak mondanám. Lehet, hogy azért tetszik nekem annyira, mert én a virágos illatokat nem szeretem, de ebben van valami kis édes illat, ami így ezzel a virággal, nem tudom milyen virág lehet, ezzel együtt kombinálva valami iszonyat, nagyon-nagyon finom, kellemes illatot áraszt. És azért szeretem ezeket az Ambipur légfrissítőket, mert olyan erősek, hogy tényleg ilyen nagyon kellemetlen szagokat is elfednek, eltolják, és nagyon intenzív az illatok, meg hosszan tart. Úgyhogy ha nyitva van az ajtó, akkor a következő helyiségben is érzem az illatát. Kíváncsi vagyok, hogy ezek közül ti használtatok-e már valamit, beválta nektek valami vagy sem, úgyhogy jöhetnek a kommentek, írjátok meg a komment szekcióban valamit azt is, hogy mit érdemes kipróbálnom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek ez a mostani rész, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy legyen-e több ilyen csak háztartási termékekről szóló videó. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok is. Kövessetek be Instán, TikTokon, mert ott mindig napra kész vagyok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, sziasztok, és vigyázzatok magatokra!